Szeretettel köszöntöm a kerekasztal résztvevőit és a közönség tagjait. Én harmadik alkalommal vezethetem a kiberbiztonság témában itt Tusnádon ezt a kerekasztal beszélgetést. Horváth Gergely Krisztián vagyok, az Infotér információbiztonsági munkacsoportjának vezetője. 10 éve foglalkozom információbiztonsággal, és ami még a kerekasztal szempontjából fontos, és majd a többiek is erről beszámolnak. Oktatóként is információbiztonságot és IT ellenőrzést oktatok Budapesti Gazdasági Főiskolán és a Közszolgálati Egyetemen. A mai témánk az Orwelli világ az üvegszálban, avagy a kibertér fenyegetettségei. Ez egy eléggé felkapott téma napjainkban. 3 éve még talán többet kellett magyarázni. Én is naponta olvasok új híreket. Most az egyik legutolsó az volt, hogy az egyik magyar politikus felesége meglepődött rajta, hogyha a mesztelen gyerekét kirakja az internetre, azt lehet, hogy valaki más miatt is megnézi, és hogy ezt le kell, hogy vegye. De aztán végén levette, és sajnos ez egy realitás. A családi fotókat, amiket kiposztolunk az internetre, amin mesztelen gyerek van, azt statisztikailag többen nézik, mint a mellette lévő képet, amin nincsen mesztelen gyerek. Tehát az első ilyen kockázat, amire felhívnánk a figyelmet, hogy a családi fotókat inkább jelszóval vagy védett módon osszuk meg. A mai kerekasztalban szeretnénk az információbiztonság tudatosságának fontosságára felhívni a figyelmet. Bemutatnánk azt, hogy a kerekasztal részvevői hogy vesznek ebben részt, mit tesznek azért, hogy növeljék a biztonsági tudatosságot, és a másik fontos célunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy önökön, rajtatokon múlik az információbiztonság, mindenkinek tennie kell azért, hogy a saját adatai biztonságban legyenek. Elsőként szeretném átadni a szót Földesi Tamás úrnak, aki több éves tapasztalattal rendelkezik olyan tudatossági képzésekben, amit általános iskolákban, illetve szülők számára tart a gyermekmentő. Földesi Tamás vagyok, önkéntes oktatója vagyok a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak, egyébként multinacionális környezetben kockázatelemzőként dolgozom, és a gyermekmentőhöz az iszakán keresztül kerültem, ez a nemzetközi szervezet az információ ellenőröknek. Egy ilyen együttműködés kapcsán kértek fel engem és több kollégámat. Így most már tényleg évek óta járjuk Magyarországon az ország iskoláit, alsó tagozattól gimnáziumig, most már eljutottunk egészen egyetemekig is, tanárhallgatóknak is tartunk ilyen jellegű előadásokat. Egészen érdekes tapasztalatokkal egyébként tényleg a teljes spektrumot lefettük. Hát én személy szerint 3 éve járom az iskolákat, a leghátrányosabb helyzetű iskoláktól egészen az elit iskolákig mindenféle helyen voltam. Az első és legfontosabb dolog, amit el tudok erről mondani, hogy akármennyire is hátrányos helyzetű egy hely, végül is a diákok 99,9%-ánál ott lesz az okostelefon. Lehet, hogy étel nincs, lehet, hogy itt tankönyv nincs, de okostelefon az lesz. És az ebből adódó hát nehézségeket is egész érdekes palettán tudjuk ábrázolni. Tulajdonképpen azt vettem észre, hogy a nehézségek és a kellemetlenségek teljesen ugyanazok, független attól, hogy milyen szintű elitiskolákról beszélünk. Bele tudok menni egészen részletesen is, nem tudom, hogy most akarjátok-e vagy sem. A maga az előadás, amit tartunk, az 2 óra hosszán keresztül tart, mindenfélét felvillantunk a diákoknak, és válaszokat adunk a jelenlegi problémákra, amikkel ők szembesülnek. Ezekből tudok szemelvényeket mondani, illetve el tudom mondani egészen részletesen azokat, amik minket itt konkrétan érdekelnek, vagy ami kérdésként felmerül, akár itt az előadás során, akár utána offline itt kint, bárkinek szívesen elmondok mindent. Én úgy gondolom, hogy visszatérünk a kerekasztal második felében ezekre a példákra. Nézzük meg azt, hogy makroszinten hogyan próbálja meg a kormányzat koordinálni ezt a tudatosítást. Szemerkényi Réka.
A magyar kormányzati koncepcióban, ugye erről itt tavaly ugyanezen a fórumon beszélgettünk elég részletesen, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan tapasztalat, amit érdemes megnézni a nemzetközi összehasonlításban is. A magyar kormányzati elképzelés és koncepció azon a tapasztalaton alapult, hogy ez egy olyan feladat, egy olyan kihívás, amire sem a kormányzat egyedül, sem a magánszféra, üzleti szféra önmagában nem tud megfelelő megoldást találni. Tehát valójában egy olyan, ugye régi vagy rossz szóval public-private partnershipre van szükség, amiben össze lehet hangolni a tudást, meg lehet az információt osztani, és ezzel lehet hatékonyá tenni a védekezést. Ez fejeződik ki a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiában. Ez a logikája annak, ami aztán az információbiztonsággal foglalkozó törvényben is megfogalmazódott, hogy szektoriálisan, tehát egyes szakterületre lebontva van szükség egyrészt egy belső kormányzati kommunikáció kiépítésére, másrészt a kormányzati együttműködés, kormányzati és nem kormányzati szereplők együttműködésére. Ez a logika az első év végére, ami körülbelül ugye ez egy olyan időtáv, amiben már fel lehet mérni, hogy mennyire működik egy koncepció, és mennyire életképes az elképzelés. Az első év végére egy olyan nemzetközi elismerést eredményezett, amiben ezt az Európai Unión belül a best practice-nek nevezték, és azt az értelmezést kaptuk, amit mi is láthattunk, hogy valóban egy hatékony együttműködésre képes. Hogy ennek a hosszú hatékonyságának az előfeltétele a hosszú távú működés, tehát ez nyilván nem egy, a kiberbiztonságban nincsen egy olyan szakasz, hogy nem lesz egy olyan pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy most a dobozban ez a done, a megtettük, kipipálható lépésbe vagy pillanatba érkezett, és én azt látom, hogy nyilván nincsenek tökéletes megoldások, tehát itt is vannak fönt hullámvölgyek és kudarcok is, meg előrelépések is, de hogy azoknak a munkacsoportoknak a működése, amelyek létrejöttek a kiberbiztonsági stratégia keretében, azok önmagukban is hatékonyságot és sok pozitív előnyt hoznak a tagok számára. Tehát gyakorlatilag egy olyan működés indult be a kormányzati szféra és a nem kormányzati szféra tagjai között, akár az energetika területén, akár a mezőgazdaság területén, akár a gyermekvédelem területén, amelyek megírik a tagoknak azt, hogy folyamatosan részt vegyenek ebben a munkában. Ezek általában havi üléseket jelentenek, és egy olyan nagy halom feladat derül ki minden egyes megbeszélésen, hogy én azt gondolom, hogy ez a hosszú távon olyan eredményeket fog tudni felmutatni, amelyek az egész régió számára hasznosak lehetnek. Volt is kísérlet arra, hogy egy ilyen regionális keretben megjelenítsük ezt a magyar tapasztalatot, amire a V4-es keretben nyitottság mutatkozott és érdeklődés. Én nagyon remélem, hogy ennek lesz még folytatása is. Köszönöm. Papp Péter, a kancellár.hu elnöke. Azt szeretném Pétertől megkérdezni, hogy van egy elég népszerű teles videód, amiben az országot veszélyeztető kiberkockázatokra hívott fel a figyelmet, hogy mi volt ennek a utóhatása, és hogy ezt a tapasztalatodat hogy használtad a tudatosítás kapcsán? Üdvözlök mindenkit, én Papp Péter vagyok. Én egyébként erdélyi vagyok, de 15 éve most már Budapesten ezzel a céggel foglalkozok, és IT security-val foglalkozok. Én a piacról jövök, tehát én azt látom, azt gondolom, hogy mi a valós igény, mik a valós elvárások. Több mint 1000 cégnek foglalkoztunk már az IT security problémáival, ugye ez befolyásolja a piaci elvárás, befolyásolja a kormányzat, befolyásolja a nagyvilág. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, a mi generációnk az két nagy dolgot talált fel szerintem, a mobiltelefont meg az internetet. Ez szerintem szenzációs dolog, rengeteg előnnyel jár, és rengeteg veszéllyel. Most még ennek az evolúciójában valahol ott tartunk szerintem, ahol a gyógyszeripar tartott ezelőtt 300 évvel, akkor ugye mindenki elkészíthette a saját kis sárkányfüvét, és árulhatta a saját kis sárkányfüvét. Nem voltak szabályzások, ma sincs. Ma mindenki készített egy Angry Birds-et, aztán ha 1 milliárd példány után kiderül, hogy az mégiscsak hibás, akkor probléma van. Mi azzal foglalkozunk,
hogy ezt hogy lehet együtt gondolkozni ezen a területen, és azt gondolom, hogy Magyarország ebből a szempontból jó politikai helyzetben van, mert elég kicsik vagyunk ahhoz, hogy nem tudunk senki nagynak rálépni a lábára, se az amerikaiaknak, se az araboknak, se az oroszoknak, se az izraelieknek, és jó szakembereink vannak Magyarországon ezen a területen, jó példák vannak, és pont arról szólt egy ilyen TED-es beszédem, hogy hogyan lehetnénk mi magyarok ebbe piacvezetők, és hogy tudnánk ebbe egy success story-t elérni. Erről fogok majd beszélni. Köszönöm szépen. Suba Feri az Enisa alelnöke, és az Enisa keresztül, illetve a magyar munkacsoportban számos ilyen tudatosító kampányt készített elő, illetve ebben vett részt. Tudnál erről mesélni? Akkor én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Itt tényleg kétfajta sapkát kell egyszer viselnem, az egyik az európai, a másik meg a magyar, és mind a kettőnek az utóbbi ilyen 11 éves tapasztalata az, hogy alapvetően egy olyan infrastruktúrával szembesülünk, az internet vagy éppen mobil hálózatok, amit nem arra találtak ki, hogy majd ezt a hálózatot vagy ezt az eszközt rosszra használják. És ehhez képest felnőtt egy olyan generáció, főleg a gyermekekről beszélünk most, akik jobban tudják ezeket használni készség szinten, mint a szülők. Tehát sokkal jobb a készségszintjük ebben a kérdésben, viszont a biztonsági tudatosságuk meg nem olyan, ami ennek kéne lennie. És ezt a fajta diszkrepanciát kell nekünk megoldani, mind európai, mind pedig magyar oldalon, hogy azok, akik a jövő generációt képviselik, illetve a mostani fiatalok, tehát ti is, valahogy ezt a kérdést értelmesen, felnőtt módon kezeljétek. Erre mindig vannak rossz példák, tehát hogy ki mit csinált, és erre mi történt, mesztelen fotó megjelent mondjuk valahol véletlenül, vagy egy fürdőzős kép, és akkor erre annak aztán milyen adatvédelmi vagy személyiségügyi problémái lettek, vagy mondjuk egy másik ilyen szokásos történet az, hogy valaki általában nem frissíti a számítógépét, és akkor arra hirtelen milyen károkozó vírusok jönnek rá. Ezek, amiket hát mindig hallottok. Viszont a lényeg még mindig az, hogy az embert kell megváltoztatni, mert hogy az ember a leggyengébb láncem ebben a történetben, és amit mondjuk az Enisa, tehát ahol alelnökként szereplek már 11 éve, ez az Európai Uniós, ami ezzel foglalkozik, gyakorlatilag arra jött rá az utóbbi 11 évben, hogy nem érdemes túl hosszan erről beszélni. Tehát ahogy mi is annak idején ezt elkezdtük, konferenciákat csináltunk, aztán utána ilyen szép hosszú oktató videókat, oktatási programokat. A vége az, hogy most már ilyen pici rövid blogok vannak, meg pici apró poszterek, amik azt a 4-5 dolgot próbálják az embereknek átadni, ami fontos. Tehát ami önmagában kell alkalmazni, egy-két alapelv, és összes többi az már a saját tapasztalat. Tehát ez volt az egyik ilyen, hogy mondjam, 11 éves tapasztalatunk. Ha a magyarországi dolgokat nézzük, ott meg azt lehet látni, hogy nagyon gyakran eltévesztjük a célcsoportot, mert nagyon gyakran csak a gyerkőcökre koncentrálunk, és nagyon gyakran pont a felnőttek, tehát a szülők, pedagógusok és döntéshozók azok, akiket egyébként helyzetbe kell hozni, és tudatosítani kell azt, hogy éppen amit ő tesz, az jó vagy nem jó ezen a téren. Köszönöm szépen. Mádinátor Anett az elmúlt években kormányzati oldalon tett az információbiztonsági kultúra növekedéséért. Mik a tapasztalatok, mi az, ami ebben sikeres volt, milyen eszközökkel lehet eredményt elérni? Köszönöm a kérdést. Üdvözlök mindenkit, Mádinátor Anett vagyok, és igen, igaz a hír. 3-4 héttel ezelőttig még a kormányzatot képviseltem, most viszont már nem. És hogy kicsit érthetőbb legyen a szakmai személyiségem, mielőtt 4,5 évvel ezelőtt egy kormányzati felkérésre jó néhány kollégámmal együtt a Nemzeti Biztonsági Felügyeleten belül a Cyber Defense Management Authority-t létrehoztuk. Előtte szintén a kereskedelmi szférában dolgoztunk jó néhány évig információbiztonság és informatikai biztonság témakörben. Ennyit a bevezetésről, és nagyon jó a kérdés, de hagyj reagáljak előtte két korábban elhangzott dologra. Először is ugye itt korábban Péter kollégánktól elhangzott, hogy Magyarország kicsi, ezért kvázi nem vagyunk veszélyesek másokra a tekintetben, hogy igazából nem tudunk rálépni a nagyok, az Amerikai Egyesült Államok, illetve Oroszország lábára, kibervédelmi vagy kiberbiztonsági, illetve adott esetben cyber war témakörben, bár ez nem hangzott el, ezt én tettem hozzá. A jó hír az, hogy de igen. A magyar kormányzat, ugyanis ebből a szempontból abszolút unikális volt néhány héttel ezelőttig, és szerintem ez is a tudatosításnak a része kell, hogy legyen kormányzati kommunikációs csomagokban feltétlenül első körben.
tehát a magyar kormányzat képes volt mentálisan, anyagilag és fizikálisan is helyet adni egy olyan nagyon-nagyon komoly szakértői tímnek, amelyiknek egyik tevékenysége az az orosz és az amerikai kémszoftverek felderítése volt, és ez ment. Működött. Az, hogy ez most miért nem így történik, az egy teljesen más kérdés. Nem is gondolom, hogy ennek a panelnak a feladata lenne ezt megtárgyalni, de egyébként pont ez a probléma jelen pillanatban a magyar információbiztonsággal, szakmai szinten, technikai szinten, hogy nekünk igenis megvan, vagy 3-4 héttel ezelőttig megvolt a képességünk arra, hogy ezekkel a dolgokkal tudjunk érdemben foglalkozni. A másik Ferenc kollégánknak a megjegyzése volt, amiért én roppant hálás vagyok. Szakmai véleményem az, hogy a gyerekek tudatosságának a növeléséhez alapértelmezésben a szülőkön keresztül vezet az út. Ugyanis a szülő az, aki az első néhány évben abszolút meghatározza a gyerekének a mindsetjét a tekintetben, hogy mi az, ami információbiztonsági alap kell, hogy legyen egy mobiltelefon, egy tableteszköz, vagy akár egy otthoni PC kezelésekor, és mi az, amit megtehet, vagy meg kell, hogy tegyen a gyerek, amikor kimegy az internetre, értem ezzel a biztonsági intézkedéseket, tehát hogy van nekem például egy unoka öcsém, aki imád videófilmeket posztolni saját magáról a neten, 7 éves egyébként, és van egy saját lányom, 7,5 éves, aki folyamatosan vitatkozik vele, hogy de ne, mert hogy ez nem feltétlenül jó, később nagyon nehéz leszedni, és olyan dolgok is kikerülhetnek adott esetben róluk, amiket a későbbiekben nem szeretnének viszont látni az interneten. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és alapvetően ebben a pici korban szerintem nem lehet kizárólag a kormányzatra, vagy akár a kereskedelmi szférára tolni annak a felelősségét, hogy a gyerek milyen mértékben használja tudatosan, pláne ha ennyire kicsi, azokat az informatikai eszközöket, amik rendelkezésére állnak. A kormányzat szempontjából viszont van egy másik fontos tudatosítási layer vagy szegmens, ahol szerintem például a magyar kormányzat rendkívül jól működött az elmúlt néhány évben, az pedig az informatikai szakértőknek, tehát annak a rétegnek, annak a szakmai rétegnek a tudatosságának, az információbiztonsági tudatosságának a növelése, akik valójában informatikai rendszereket terveznek, mindegy, hogy a kormányzatnak vagy a privát szférának, és ezeket a rendszereket üzemeltetik. Tehát ebben a magyar kormányzatnak rendkívül előremutató az álláspontja. Van például a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy olyan képzés, aminek az a neve, hogy elektronikus információbiztonsági vezetők képzés, ami az a 2 évvel ezelőtti IBTV egyik végrehajtási rendelete eredményeképp, illetve azzal párhuzamosan jött létre, alakult ki, és ennek a képzésnek elsődleges célja az, hogy azokat az információbiztonsági vezetőket 1 éven keresztül informatikai és információbiztonsági tudatosítással lássa el, illetve egy csomó minden mással is, de ez is része a képzésüknek, és hogy ezen keresztül ezek a kormányzati tisztségviselők, egyébként, mert nagy részük a kormányzatból vagy kormány közeli intézményekből jön, már egy egészen más, sokkal haladóbb és abszolút világszínvonalú attitűddel lássák el azt a feladatukat, amik egyébként a kormányzati információbiztonságon keresztül gyakorlatilag a magyar népesség egészének az információbiztonsági helyzetét befolyásolják. Sokat beszéltem, elnézést. Köszönöm szépen. Egy olyan fogalmat szeretnék bevezetni, nem biztos, hogy ismerik, de fontos lenne, úgy gondolom, hogy innentől megismerjék, ez az adattest fogalma. Tehát attól, hogy önök itt vannak, és van egy testük itt a fizikai valójában, az interneten minden, amit önökhöz köthető, kiposztolt információ, az egy adattestet képez, amit elég nehéz onnan eltüntetni, sőt, hiába töröljük le bizonyos oldalakról, ott akár annak a mentésébe benne van, vagy vannak olyan oldalak, amik az internetet elmúlt 15 évre visszamenőleg archiválják, és az archívumból vissza lehet keresni. Tehát ez az adattest az, amiért ugyanúgy felelősek vagyunk, és ugyanúgy hatással lehet ránk. Például, hogyha
most itt fiatalként azt gondoljuk, hogy milyen jó egy bulis képet kirakni, akkor nem biztos, hogy azon gondolkozunk, hogy esetleg majd mi leszünk valamikor cégvezetők vagy kormányzati tisztviselők, és amikor ott a álláskeresésnél egy háttérvizsgálatot végeznek rólunk, akkor mit dob fel az internet. Tehát ezért az adattest fogalmát szeretném az önök figyelmébe ajánlani, hogy amikor használják az internetet, akkor emlékezzenek rá, hogy akár ha valaki eladott valamit egy apró hirdetés oldalon, évekre visszamenőleg ott van a telefonszáma, mondjuk a telefonszáma alapján rá lehet keresni, hogy mit adott el. Hasonlóan például egy Facebookon mennyi mindent osztunk meg magunkról. Volt olyan példa Magyarországon, hogy valaki hazajött a síelésből, és a lakását üresen találta. A szomszédoknak furcsa volt, hogy elköltözik, mert nem szólt, de egy profi költöztető cég mindent bedobozolt és elvitt. És aztán meg lehetett találni, hogy posztolta azt, hogy milyen karácsonyi ajándékokat kapott, és aztán, hogy hova megy síelni, és még a síeléséről is küldött képeket. Tehát régen a betörők bekopogtattak a lakásokba többször egy héten, és aki nem volt otthon, azt megjelölték egy krétával, hogy mit lehet kirabolni. Most magunk tesszük ezt az információt magunkról közzé. Ezzel az adattesttel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy kinek lenne kerekasztalva gondolata, hogy példát megosztani. Nekem van némi, van egy olyan ellengondolatom, hogy ez az adattest, hát mondjuk, hogy ez a probléma, hogy mit posztolok az interneten, és milyen kellemetlen lesz, hogyha majd állást keresek, azért ez a probléma, ez ketyeg. Mert majd, amikor azok lesznek a HR vezetők, akik posztolják magukról a bulis képeket, akkor az lesz a hiba. Ugye, mert már most is van olyan, hogy azt mondják, hogy ebből az állásra nem veszünk fel senkit, mert nincs neki digitális jelenléte. Nem tudjuk, ki ez. Nincs rajta a Facebookon. Fogalmunk nincs róla. Tehát ennek két oldala van. Van egy ilyen oldala, hogy igen, a nagyon extrém, tehát nem azt akarom mondani, hogy mindenki publikáljon magáról nagyon kellemetlen képeket, de ez egy múlófélben lévő probléma, generációs probléma, és azt hiszem, hogy nem sokára sokkal kevésbé lesz gond, mint amennyire mi ezt gondoljuk. Igazából ez a kultúra egyébként változik egy időben. Ugye az volt a mondás, hogy akik biztonsági területen dolgoznak, azoknak hivatalban nem lehet Facebook oldaluk. Aztán amikor rájöttek, hogy tulajdonképpen meg lehet tudni, hogy ki dolgozik biztonsági cégeknél, mert annak nincs Facebook oldala, akkor változott a politika. Nem tudom, hogy kerekasztalból valaki el tudná mondani, hogy most mi a hivatalos állás. Köszönöm, Bencsik Balázs vagyok, a kormányzati eseménykezelő központnak a vezetője. Ez egy törvényi név, igazából csak az informatika hiányzik belőle, hogy informatikai eseménykezelés, mielőtt még bárki másra gondolná. Ez az adattest és egyéb fogalomkör, ugye, ez elmegyünk egy darabig, tehát hogy igen, tehát hogy fölteszünk egy bulis képet, és akkor utána visszanézzük, azonban mint kormányzati oldalt képviselő, illetőleg mint a kormányzat egyes szerveit és azokban dolgozó embereket védő szervezetként, hadd mondjam el, hogy azért éppen a minap történt egy olyan, Amerikában egy olyan adatlopás, ugye, ahol kormányzati szervezetekben dolgozó embereknek az adatait lopták el. Talán a legutolsó információk szerint 21 millió, én erre a számra emlékszem, tehát 21 millió embernek az adatát lopták el, akik Amerikában a kormányzatban dolgoznak. Magyarországon a Facebook használat, most a legutolsó információk szerint, amit megnéztem, nagyjából 50%. Amerikában nyilván sokkal nagyobb ez az arányszám. Ugye nem nehéz belátni, hogyha azt az adatbázist összevetik mondjuk egy Facebook adatbázissal, akkor vajon milyen személyiségprofilokat lehet alkotni, és most csak kizárólag a kormányzati tisztségviselőkről, olyan emberekről beszélünk, akik a kormányzatnak az adatait kezelik, adataival foglalkoznak. Ezért maga a tudatosítás az szerintem a kormányzaton belül az egyik, nagyon, ez egyik legfontosabb kérdés, és ahogy nagykövet asszony is említette, itt ennek megindultak a folyamatai, de egyszerre kell sok helyen belenyúlni ebben a rendszerbe, egyszerre kell sok helyen elindítani ezt a folyamatot.
hiányzik egy nagyon fontos eleme ennek, egy olyan államilag vezérelt közoktatási rendszer, ahol magában a közoktatásból beleépítik az IT-biztonsági tudatosságnak a képzését. Tehát az nagyon jó dolog, hogy amikor a gyerekem elkezd biciklizni, akkor kijönnek a rendőrök, és tartanak neki egy kresszoktatást. Ez rendkívül hatásos és hatékony. Na, ugyanezt kellene az IT vonalon is csinálni. És akkor felnő majd egy olyan generáció, ahol nem kell a kormányzati tisztségviselőknek elmagyarázni, hogy a jelszavat azt nem a monitoron kiposztolva tartjuk, mert ugye úgy egyszerűbb, hanem akkor már önmaguk rájönnek arra, hogy az adatokat védeni kell. Én annyiban szeretném ezt a diskurzus kiegészíteni, hogy érdemes megnézni azt, hogy itt mitől működik ez az üzlet, és a Facebook, LinkedIn, egyebek, ezek miért tudnak ennyire jó prosperáló cégek lenni, vagy akár a Google. És mindig az jön ki a végén, hogy ők a mi adatainkból pénzt csinálnak. Tehát minél többet használom, minél többet közzéteszek magamról, annál több pénzt tud generálni az a szolgáltató, aki nekem ezt ingyenesen szolgáltatja. Tehát itt jön fel a nagy kérdés, és ez tényleg egyfajta tudatossági kérdés, hogy vajon én mennyire értékem a saját adatainak a gazdasági, hogy mondjam, szintjét. 100 000 forint? 1 000 000 forint? Nem tudom. Pont azért, mert nem tudom, hogy egyébként, amit közé teszek magamról, az konkrétan mennyivel járul hozzá mondjuk a Gmailnek, vagy mondjuk a Facebooknak, vagy a LinkedInnek az összes bevételéhez. És ebben szerintem picit meg kell majd fordítani az eddigi gondolkozásunkat, mert nyilván az emberek általában ezt jó szemben használják. Azért használják jó szemben, mert egyszerűen írtó jó emberekkel kommunikálni, és olyan embereket megtalálni interneten keresztül, feleség például, jelentem nekem például így sikerült ez a dolog, vagy régen ismert barátok egyebek, ami egy írtó jó dolog. És ezt kell nyilván azzal szembeállítani, hogy egyébként aki ezt nekem lehetővé teszi szolgáltatóként, az viszont szintén ebből pénzt csinál. És azt a határt kell megtalálnunk, ahol már úgymond ez nekem nem éri meg. Ez az egyik. A másik meg az, hogy érdemes azt is megnézni, hogy milyen szolgáltatónak adjuk oda az adatainkat. És most egy kis jogászkodás következik, hogy a szakmámhoz is hű legyek. Európán belül van egy elég jó kidolgozott adatvédelmi rendszer. Tehát mindig azt kell megnézni, hogy ki az a szolgáltató, aki az európai jogot magának köteleznek ismeri el. Ez lehet nem csak európai is, mindig meg kell nézni, hogy a Safe Harbor nevű listán rajta van-e, vagy ezt közzé teszi magáról. Ez, amit Amerikában lévő szolgáltatók például, hogyha feliratkoznak erre, akkor el kell fogadni az európai adatvédelmi elveket. Illetve van még jó pár olyan tanúsítás, szabvány egyébek, amik szintén igazolják azt egy szolgáltatóról, hogy ő európai uniós jognak megfelelően próbálja a mi biztonságunkat, illetve a mi személyes adatvédelmünket is garantálni. Kicsit járjuk körbe ezt, hogy mi az értéke annak, amit fölteszünk. Biztos találkoztak már vele, hogy ha valamit keresnek a Google-be, bejelentkezve vannak, akkor oldalt néhány napig hasonló hirdetések jelennek meg. Mondjuk, nem tudom, mosógépet kerestem, amikor tönkrement, és akkor már megvettem a mosógépet, de még mindig napokig jöttek a mosógép hirdetések. Ugyanígy, ha e-mailbe valamilyen speciális kulcsszavakat használunk, azok a hirdetések megtalálnak minket. A Google ugye többet kér a célzott hirdetésekért, ha mi ilyen szavakat használunk, akkor minket el tud adni, mint célcsoport, és ebből lesz egyrészt pénze, de a Google-ről legalább tudunk, hogy néz minket, hogyha felrakunk egy ilyen kiegészítőt a böngészőbe, ami a nyomon követi azt, hogy kikövet minket nyomon, akkor egy eléggé szövevényes hálót lehet fölépíteni. A Netscape egyik mérnöke csinált egy ilyen videót, és a 8 éves lányát egy napig, hogy mit csinált, ezt betöltötte, és egy ilyen háromdimenziós, mindennel összefüggő ilyen gráfot kapott. Vannak, amik ilyen reklámoldalak és egyéb ilyen szolgáltatások, amik követik az interneten, hogy merre megyünk. Ezeket tudjuk korlátozni különböző ilyen böngésző kiegészítőkkel, letiltani, hogy ne tudjanak, ez például a Don't Track Me nevű program, hogy ne kövessék azt, hogy mit csinálunk. Ugyanígy lehet, hogyha olyan hobbink van, amit nem szeretnénk, hogy utána visszakapjuk hirdetésekbe, akkor lépjünk ki a Gmailből, mielőtt elkezdünk keresni. Kellemetlen lehet egy munkahelyen, hogyha olyan eszközhirdetések jönnek föl, vagy amit nem szeretnénk megosztani a munkatársainkkal. Tehát egy ez az, hogy ez is egy tudatossági szint,
és ugyanezt az információt nem csak az interneten, hanem akár ha bankkártyával vásárolunk, már azt is használja például akár a Tesco is, hogy nálunk Magyarországon, Amerikában meg még inkább, hogy olyan célzott reklámokkal talál meg. Volt egy példa, Walmartba bement egy apuka panaszkodni, hogy felháborító, hogy a 16 éves lányának kismama termékeket szóló reklámot küldenek, és hogy ezt azonnal szüntessék meg. Elnézést kértek tőle, és felvették a panaszát, majd két hét múlva jött az apuka szólni, hogy hát igen, ő nagypapa lesz, és hát a lánya valószínűleg terhességi tesztet, vagy valami hasonlót vett. Tehát elég furcsa világ az, amikor a Tesco-tól, vagy ott a, nem tudom, Walmart-tól tudja meg valaki, hogy nagypapa lesz. Tehát ez így egy furcsa eset. Nem tudom, hogy így a posztolás kapcsán valakinek személyes példája, vagy amit szeretne. Csak annyit, hogy érdekes tapasztalat, hogy az ember, hogy mondjam, azért a családról is elmond valamit, hogyha a Walmart-tól tudja meg, csak ennyi. Apró önéletrajzi részlet. Megszülettek a gyerekeim néhány évvel ezelőtt, és akkor még nem úgynevezett inkognitó módban böngésztem. Ez így remélem érthető valamennyire. Három éven keresztül kaptam babakocsi reklámokat. Naponta hármat, esetleg négyet. Egyik jobb volt, mint a másik, de hát nyilván nem volt már rá szükségem, mert hogy már volt otthon legalább három babakocsi. És hogy van ez, amit a Gergő is említett az előbb, van ez a don't track me kategória. Tehát be lehet állítani, minden böngészőt be lehet úgy állítani. Ezt úgy nevezik, hogy inkognitó mód, hogy ne regisztrálja és ne publikálja vissza a reklámozó félnek a Google AdWords-en vagy bármihez hasonló alkalmazáson keresztül azt, hogy én valójában mire kerestem rá. Személyes példa, nyilván ugye én jellemzően olyan munkahelyeken dolgozom, ahol információbiztonságról van szó, tehát nálunk ez egy ilyen alapkritérium, hogy az összes böngésző úgy van beállítva, hogy inkognitó módban végzi a dolgát. Nálunk minimálisak a belső reklámok. Tehát tényleg őszintén és jó szívvel ajánlom ezt mindenkinek, aki nem szeretné a saját életét gyakorlatilag kiárusítani, nagyon pervers, igen, ez nem feltétlenül szép kifejezés, tehát egy picikét nem annyira előnyös módon nem kívánja kiárusítani a saját életét a neten, az használjon inkognitó módú böngészőt, mert gyakorlatilag nagyjából a tizedére le lehet szorítani azt a fajta információ szivárgást, amit ezek a böngészők utána a másik, tehát a reklámozó felek számára pénzét tudnak tenni. Köszönöm. Én ebben nagyon markás véleményem van a privát szféráról. A privát szféra az nem vita tárgya. Az alapba mindenkinek jár. Senki nem figyelheti meg azt, hogy mit csináltam, mert ez szerintem a demokrácia alapja. Ha bárkinek fogom és a search historiát megnézem az elmúlt egy évre, akkor 5 perc alatt találok olyat benne, ami vagy kínos, vagy kompromittálható. Ez nem tartozik senkire, különösen nem tartozik egy amerikai szolgáltatóra. Tehát szerintem ezt jogi úton kellene megoldani. Nagyon könnyű lenne egyébként jogi úton ezt az egészet megoldani. De ugye ez a technológia, ez nagyon-nagyon gyors dolog, és a jogászok azok mindig egy jogkövető magatartást folytatnak. Amikor feljön egy probléma, akkor összeülnek, és akkor megpróbálják olyan emberek megoldani, akik egyébként nem értenek a technológiához, és arra hozni egy törvényt. Én ezért azt gondolom, hogy én nem hiszek a biztonságtudatossági oktatásba sem. Ezen a területen nem működik. A Kressz esetén működik, mert a gyerekemnek meg tudom tanítani, hogy menjen át, mert ez nem változott az elmúlt 50 évben. Itt minden nagyon-nagyon gyorsan változik. A Microsoft 3 napja adott ki egy patchet, ami alapján minden egyes Microsoft termék sérülékeny. Ma még a cégek 90%-a ezt nem alkalmazta. Borzasztó gyors ez az iparág. Itt nem fognak működni azok a technológiák, hogy tanítsuk meg a felhasználókat. Itt igenis a szolgáltatóknak kell ezt szolgáltatni. Nagyon egyszerű példa, az index.hu-t megvédeni, kinek a dolga szerintetek? Szerintem nem az index.hu dolga, ez Magyarország dolga, mert hogyha az megsérül, akkor nem az index fog sérülni, semmi baja nem lesz, két nap múlva szépen helyre áll, visszaállítják backupból. Viszont egy olyan pánikhullámot lehet azon keresztül elindítani, ami akár az ország GDP-et is meg tudja mozgatni. Innentől kezdve ez nem az ő dolguk. És ezt most már felismerik a szolgáltatók, mert az eBay már így működik, a
Gmail így működik, a PayPal így működik, próbálnak beépíteni. Most már a Gmail-en nem tudsz egy forwardot beállítani, mert 7 napig szól neked. Ha valaki véletlenül belép a Gmail fiókodba, férjed, feleséged és átirányítja a leveleket, egy ilyen tipikus példa, akkor ezt régen meg lehetett csinálni észrevételül. Ezt ma már nem lehet megcsinálni. Ma már nem lehet másik IP címről belépni. Hogyha tegnap Budapestről léptél be, ma a Tusványosról, akkor már szól neked. Így kell működjenek a szolgáltatók, és ezt ki kell kényszeríteni tőlük, nem csak piaci alapon, mint ahogy ez most működik, hanem akár törvényi alapon is. Köszönöm. Néhány gondolatot még szenteljünk a hagyományos kockázatoknak, mert azt találtam, hogy ezzel sem mindenki készül föl ellenük, tehát például ugye mi érhet minket otthon? Akár egy támadás, vagy nem is kell támadás ahhoz, hogy elvesztenek évekre visszamenőleg a fényképeink, hogyha egy gépen vannak rajta, vagy egy külső adathordozón, és ez megsérül. Nem tudom, hogy valaki találkozott-e már vele, elég rossz élmény rájönni arra, hogy fél évnyi fotó a gyerekekről mondjuk elveszett, vagy egy kirándulásnak a képei, de nyilván számos más adatunk lehet a gépen, tehát az automatikus mentésbeállítás alapdolog, és ugyanígy úgy gondolom, hogy maga az, hogy használjuk a gépünket, használunk egyáltalán jelszót, hogy állítjuk be otthon az internetet, a routeren megváltoztatjuk a jelszót, vagy a szabványbeállítást használjuk, ezek olyan fajta feladataink, mint amikor az orvos kezet most mielőtt bemegy egy műtétre. Tehát ahhoz, hogy a számítógépet biztonságosan használjuk, vannak ilyen megelőző intézkedések, amikkel megvédhetjük magunkat. Igazából ez sok helyen le van írva, most én úgy gondolom, hogy egy ilyen tapasztalt körben vagyunk, inkább azokra a kockázatokra térjünk át, amikkel lehet, hogy nem is találkoztak még, és azok ellen is valamilyen védelmi megoldást próbálnánk javasolni. Az egyik ilyen a Cryptolocker nevű vírus, nem tudom, hogy valaki hallott esetleg róla. Ez már annyira galád és elszánt dolog, hogy nem ám, hogy megfertőzzük vírussal a gépünket, amit majd leírtunk és esetleg elveszik adatunk, hanem fogja és betömöríti egy titkos jelszóval. 2-3 generációval előbb a vírus még föl lehetett törni és vissza lehetett fejteni. Most már ott jár, hogy folyamatosan változtatja ezt a jelszót vagy kulcsot, amivel betömöríti a gépünket, és országonként eltérő tarifáért, hogyha PayPal-on vagy valahogy átutaljuk a pénzt nekik, akkor távolról lehet, hogy kitömörítik, lehet, hogy nem. Mi a tapasztalat, Balázs, ha jól emlékszem, ti ezzel most dolgoztatok? Igen, ugye ezeket az úgynevezett zsaroló programokat, ezt angol nyelven ransomware-nek hívják, és hát az utóbbi 1-2 évben nagyon trendi volt ezeknek a trendjük nagyon magas fokra hágott, hogyha használtam ezt a szót. Ugye itt azt kell látni, hogy amit a Gergő is mondott, igen, hogyha valaki egy ilyen vírust megkap, akkor letitkosítja a gépét, és akkor egy meghatározott pénzösszeget követel annak érdekében, hogy ezt föloldják és visszakapja az adatait. Na most igazából a ransomware-eknek a terjedése az az anonim fizetési metódusoknak a terjedésével együtt terjedt el. Tehát ugye ez egy zsarolási, csalási forma. Nyilván úgy nem lehet csalni, hogyha nincsen mögötte valamilyen anonimitás ugye a csaló részéről. Mi a kormányzati eseménykezelő központnál, vagy angol nevén GovCert Hungary-nél az elmúlt negyed évben is találkoztunk Magyarországot érintő ransomware fenyegetéssel. Ráadásul több kormányzati szervet is érintett ez a fajta támadás. A védekezés ellene gyakorlatilag a nullához közelít, hiszen olyan titkosítást alkalmaz, amit nem lehet visszafejteni. Egyetlen egy megoldás van, hogyha van egy folyamatos mentés, és akkor backupból vissza lehet állítani az adott időpontra az adatokat. Azonban nem mindenhol alkalmazzák még ezt a megoldást sem, csak mondok egy nagyon jó példát. Ugye hozzánk tartozik gyakorlatilag minden kormányzati intézmény, és egyszer felhívtak minket egy most által meg nem nevezett külhoni nagykövetségről, hogy óriási baj van, az összes gépüket megfertőzte ez a fajta vírus, nem tudják, hogy mit tegyenek, és az e-mail végén csak annyi volt,
óriási a káosz. Na, onnantól kezdve 3 hétig nem lehetett őket elérni. Úgyhogy ezt komolyan kell venni, egyet biztos nem kell csinálni, fizetni. Mert ez egyáltalán nem garancia arra, hogy ezt visszafejtik, visszatitkosítják. Tehát, hogyha valaki ilyennel találkozik, véletlenül se fizessen. Bárha még egy szót erről lehet mondani, ez egy nem mindenkinek jutott eszébe. A kriptoloknak 15 millió dollárt fizettek be különböző zárolt számítógépek gazdái, úgyhogy egyik oldalról jó biznisz. A másik oldalról viszont fel is került az FBI Most Wanted listájára, úgyhogy nem jó biznisz. Hát mi a sikerkritérium, igen, az a... Érdekes, még esetleg hozzátenni azt, amit az elején mondtál a felvetésnek, hogy a rútereinket hogy állítjuk be, meg hogyan védekezünk. Nem nagyon szembesülünk azzal, hogy ma már minden családban kell, hogy legyen egy IT vezető. Tehát most ott tartunk, de most ez sajnos így van. Tehát azért egy routernek a beállítása ugye az, hogy korrekt legyen, meg a számítógépek beállítása, és csak azért merek itt átkötni, ugye az adatmentéseket említettétek, de hát ez rögtön vezet a felhőhöz. És akkor már ugye a felhős rendszereket használni, hiszen a gépen van a mentés, az ugyanúgy ki van téve a kriptolokernek. Tehát olyan témákat öleltél föl ezzel az egy kérdéssel, amire nem is tudom, hogy szerint itt most tudunk-e válaszolni egy-két mondatban. Hát sok irányba elmehetünk, én szeretném, ha ezekbe kapcsolódnátok most. Én csak egy érdekesség, amit a Réka is említett, az FBI-nek van ilyen top 5 cyber security wanted listája, az 5. fickó, egy Peter valakinek hívják, egy orosz származású, ő ezt a ransomware-be utazik. Egyébként ebből a top 5-ból, ami érdekes, tehát az 5 legkeresettebb cyber bűnözőből 4 kelet-európai, egy vietnámi, ahol szintén szocializmus van, úgyhogy valószínűleg a szocializmus ez jót tett nekik. Egyébként a második, az egy román srác, 4 millió lej van kitűzve. Itt innen délre, hogyha területségérekesek van, egy Rümniku Völcse nevű város, onnan irányították nagyon sokáig ezeket a lopásokat. Egy ilyen 100 000-es várost képzeljétek el, aminek a központjába 65 Western Union központ van, ahova pénzt lehet utalni. És most ennek a sáznak 4 millió dollár van a, vagy 4 millió lej, 1 millió dollár van a fején. Bocs, közbeavatkozom. Az megvan, az az info, hogy mostanában a cybercrime már nagyságrendekkel nagyobb biznisz, mint a drog? Nagyon komoly. Köszönöm. Igen. Akkor egy szintén kis színes mellékes. Ugye meséltek erre az anonim fizetési lehetőségekről, és ennek a lényege az, mielőtt még túlhordítanak, hogy a legelterjedtebb közülük, tehát is tudjátok, hogy na, melyik legelterjedtebb kérdés akkor? Szerintetek? A legelterjedtebb anonim pénz az interneten. Melyik? Szerintetek? A bitcoin, igen. Na és a bitcoin nem tudom, hogy használtatok-e már. Van egy olyan sejtés, hogy annak a kifejlesztő egy magyar ember volt, egy amerikai magyar, egy Szabó nevű úriember, és hogyha elkezdtek utána keresgélni, kiderült, hogy ez egyszerre 3 dolgal rendelkezik végzettség szintjén. Jogász, jelölném, jogász. 2 informatikus, 3 közgazdász. És írtó jó dolgokat ír arról le, hogy hogyan lehet egyébként intelligens szerződéseket kiadni az interneten, illetve hogyan lehet anonim módon pénzt csinálni. És ha megnéztek az egész bitcoinnak a működését, gyakorlatilag a legnagyobb buli most jelenleg a bitcoin. Tehát aki sokat akar nyerni, vagy éppen veszíteni, és ezt anonim módon akarja csinálni, annak a bitcoin kell használnia. Köszönöm, egy nehéz lesz egy kicsit túlkiabálni a zenekart. Én a bitcoinnal kapcsolatban legutolsó tapasztalatom, hogy a amerikai CSI leánsorozata, a CSI Cyberben volt egy rész, amiben akit meggyilkoltak, azt azért gyilkolták meg, mert a bitcoin vagyonát lopták el egy pendrive-on. Tehát már a fictionbe bekapcsolódik. Próbáljunk meg néhány kérdést a közönség részéről. Ha már így hamar végbe szakítják a... Van esetleg valakinek kérdése? Nem tudom, hogy halljátok, amit mondok azért? Akkor megpróbáljuk túlkiabálni, egy kicsit kitartóak vagyunk, és nagyon sok jó példánk van még egyébként. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy több mint 3 millió kártevő program jön ki évente, és naponta is ugye a számossága elég nagy, tehát ez is az egyik
ok azért, hogy beállítsuk a gépeken az automatikus frissítést. Tehát így gondolatként, hogy mit vigyetek magatokkal haza, én úgy gondolom, hogy a szoftver frissítés, antivírus programok mentés, ezekről már volt szó. Még egy kiemelt probléma a vezeték nélküli internet. Nem tudom, hogy ennek a biztonságával kapcsolatban kinek van észrevétele. Köszönöm szépen. A vezeték nélküli internet kontra EU. EU tanács. Kedvenc szakmai sztorim, és esküszöm megtörtént. Ugye Brüsszelben van egy csomó EU intézmény, és azoknak nyilván nagy a forgalma, értem ez alatt azt, hogy rengeteg ember jár ki és be ezekben az intézményekben, és nyilván nagyon sokan közülük külföldről érkeznek, szakmai képviselők, politikusok, és így tovább. És az EU arra gondolt, hogy biztosítja ezeknek az embereknek, ugye ezeknek az EU tisztségviselőknek, vagy nemzeti tisztségviselőknek azt, hogy amik bent vannak az EU épületekben, konkrétan most nem akarom megmondani melyikben, de egy olyanban, ahol rengetegen járkálnak össze-vissza, ingyenes wifi-t biztosít. Megvalósítása következő, jelszó és egyéni autentikáció nélkül, tehát gyakorlatilag egy olyan szettet raktak föl, ami semmilyen módon nem képesítette egyébként ennek a wifi-nek az üzemeltetőit, és magát ezt az intézményt sem, arra, hogy detektálja, hogy ki az, aki rajta van azon a rendszeren, és azon a rendszeren mit csinál. Na, erre jöttünk mi, Magyarország, ugye akkor még nemzeti biztonsági felügyelet, és gyakorlatilag lezúztuk ezt a projektet, és porrá zúztuk a megvalósítását is, mert nyilván, mondjuk, képzeljük el azt a szituációt, bemegy aktuálisan a miniszterelnök, és használja, mondjuk nem is ő, de a stábja használja ezt a wifi-t, és gyakorlatilag 3 perc alatt létre lehet hozni egy olyan támadást csomagot, aminek az lesz a publikus kimenete, hogy Orbán Viktor megtámadta az EU-t. Jó hír az, hogy ez a rendszer már nem így működik, tehát most már van benne autentikáció, több rétegű is, de ehhez az kellett, hogy mi magyarok szépen fölnyújtsuk a kezünket, és visítsunk, mint malac a jégen, és gyakorlatilag betörjünk az EU-ba, mint disznó az olba, és közöljük velük, hogy nekünk a nemzeti szavazatunk az, hogy ez így nem mehet tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm. Amit mindenki otthon magának meg tud csinálni, hogy a wifi-ére tesz jelszót, és a beállítások között, hogyha választani kell, akkor a WPA2-t válassza ki, illetve az AES titkosítást, mert ezek, amik talán még kellő biztonságot adnak. A WEP az nagyon könnyen törhető, tehát még egyszer a WPA2 titkosítás, és a felhasználónév jelszó cseréje le, mert az alapbeállítások fönn vannak az interneten, és akkor a szomszéd is be tud lépni rá, és nézheti a webkamerát. Webkameráról jut eszembe, tele van az internet jelszó nélküli webkamerákkal, amin keresztül mások életébe nézhetünk be, vagy ipari létesítmények kameráiba. Például volt ilyen videó is készült arról, hogy unatkozó hackerek családi ilyen biztonsági webkamerákba benéztek, ahol volt még hangszóró is, és mondjuk rá kiabáltak apukára kanapén sörözés közben, hogy miért nem öltözik föl, vagy tehát hogy így közvetlenül beleszóltak a rendszerébe. Tehát ez mindenki érdeke, hogy a webkamera képei ne menjenek az internetre, és ha már így ennek az extrémebb oldalát nézzük, egy heti hír volt, hogy menet közben egy Jeep terepjárónak az elektronikai rendszerét feltörték mérnökök, nem tudta irányítani lényegében a sofőr az autót. Nem tudom, hogy ilyen extrémebb helyzetekről mennyi tapasztalatotok van. Isztambulban március végén nem tudtak leszállni a repülőtéren. És ennek az volt a háttere, hogy a villamos rendszert valaki kiütötte, és ez egy kiberbiztonsági támadás volt. Tehát most már itt tartunk, hogy atomerőműveket, repülőtereket és teljes országoknak a villanyellátása, a gyámellátását veszélyeztetik, hogyha akarják. Ugye nagyon fontos az, hogy ugye sok mobil eszközöket használunk, ezeken milyen tevékenységet végzünk. Ugye a bankok bevezették például az SMS-es megerősítést egy tranzakcióra, hogy ne tudják könnyen a jelszavunkat megszerezve a pénzünket elkölteni helyettünk.
de ha már okos eszközöket használunk, könnyen előfordulhat, hogy a telefonunkról akarnánk elutalni, amire rájön az SMS, és hogyha például a telefonunkat megfertőzték, akkor hozzáférnek a jelszavunkhoz, meg az SMS-t is át tudják irányítani, tehát érdemes végig gondolni, hogy védettebb eszközt használjunk internetes bankolásra, esetleg a jelszavunkat gyakrabban cseréljük ezzel kapcsolatban. Szintén ilyen mobiltelefonos kockázat. Tavaly próbáltam letölteni egy alkalmazást, aminek az volt a feladat, hogy bekapcsolja a fényképezőgépnek a vakuját folyamatosan, és tulajdonképpen elemlámpaként lehet használni. Ez nagyon praktikus sötétben, meg az ember el van veszve. Most lejött egy olyan engedélykérő ablak, hogy ehhez szeretné látni az összes SMS-emet, telefonszámomat, hívási statisztikáimat. Én nyilván nem raktam föl, de nem tudom, hogy önök találkoztak-e már ilyen helyzettel. Személyesen én nem találkoztam ilyen helyzettel szerencsére, de azonban a mi ügyfeleinknek azt szoktuk ajánlani, és azt hiszem itt megint csak vissza kell térnünk az adatokhoz, hiszen igazából azokat kell megvédenünk, hogy amikor valaki a saját eszközét, tehát a személyes használatú eszközét használja mondjuk bent a munkahelyén, és adott esetben még a munkahelyi adatokat össze is köti a saját privát levelezésével, na akkor szoktak a problémák következni, hiszen egy vállalatnál, ahol fordítanak némi energiát az információ biztonságra, vagy IT biztonságra, ott azért vannak meghatározott védelmi intézkedések, amiket beállítanak ugye a használt számítógépek tekintetében, vagy a használt informatikai eszközök tekintetében. Na most, hogyha valaki ebbe a vállalati környezetbe beviszi a saját eszközét, és adott esetben a Gmailje mellett használ mondjuk egy olyan e-mail klienst, ahova a vállalati adatok érkeznek, akkor ott ugye már, és mondjuk ezt a telefont valaki feltöri, vagy erről információkat lop el, akkor viszont már nem csak a saját adatai kerülnek veszélybe, hanem a saját vállalatának az adatai is veszélybe kerülnek, ami egy óriási kihívás, különösen a kormányzat esetében, de más vállalatok esetében is. Köszönöm szépen. Igen, abszolút ezt nevezik így, hogy ezt a problémakört, hogy bring in your own device. Tehát nagyon sok helyen nem engedélyezik. Mégis számtalan példa van arra, hogy azoknál az intézményrendszereknél is, ahol hivatalosan nem lehet magán tulajdonban lévő személyes informatikai eszközöket használni, ott is használnak ilyet a tisztségviselők, illetve a munkavállalók. Erre is egyébként van egy EU kezdeményezés, tehát vannak az EU-nak például olyan intézményrendszerei, akik kiemelten foglalkoznak ezzel a problémával. Meg kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban nem túl nagy sikerrel. Úgyhogy én visszakanyarodnék egy picit egy korábbi felvetésre, hogy van-e az információ biztonsági tudatosításnak értelme, vagy nincs értelme. Én azt gondolom, hogy mégiscsak van, pont ilyen esetekben is, sőt, tovább megyek, az információbiztonsági tudatosságnak a változása, akár egy cégnél, de csak egy ilyen mikrokörnyezetet, ha veszünk egy családnál is, statisztikailag tökéletesen mérhető. Erre kidolgozott módszertanok vannak, tehát ezt ajánlom mindenki figyelmébe, tehát ez egy élő dolog, amivel nagyon-nagyon sokan foglalkoznak a magyarországi IT szakmában is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán, ha még egy üzenetet szeretnék átadni így a nagy hangzavar keresztül, ez az otthoni e-mailek mellett egy másik e-mailhez kapcsolódó kockázat. Kimutatták, hogy például az egyik legnagyobb amerikai biztonsági cég feltörése mögött az első lépés az volt, hogy egy nem kellően tudatos kolléga rákattintott egy e-mailben egy olyan linkre, ami letöltött egy kártevő programot a gépére, és innen keresztül léptek tovább a vállalat többi szerveréhez, ami oda vezetett, hogy a biztonsági rendszer kódját lopták el. Tehát olyan feladótól származó e-mailben lévő linkekre, amiket nem ismerünk, ne kattintsunk rá. Nem tudom, hogy nektek van-e még olyan fontos üzenet, amit még ma el kéne, hogy mondjunk. Én akkor még lehetőséget adnék kérdésre, hogy ne menjünk el úgy, hogy maradna bennetek nyitott kérdés. Ha
Ha nincsen kérdés, akkor felhívnám a figyelmet arra, hogy számos magyar nyelvű oldal létezik, ahol a tudatosságon mindenki tud saját magán javítani. Van például a Safer Internet program, szintén van egy olyan oldal, az eSafety Label, ez egy EU-s kezdeményezés, ahol iskolákat lehet biztonságtudatossábbá alakítani, illetve különböző gyártók is ilyen oldalakat létrehoznak. Én úgy látom, hogy elvesztettük a nagy színpad ellen vívott csatáinkat, viszont még itt tudunk beszélgetni kisebb körben, akinek van kérdése. Kérem, hogy akkor keressen meg minket, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jövőre megpróbálunk újra ezzel előállni, talán egy kicsit korábbi blogban. Köszönöm.